Küldetésük hozzájárulni az emberek szabadidejének értékes és vidám eltöltéséhez, és elősegíteni az emberi kapcsolatok erősödését. Dr. Kokréher József, a Playing Bankit takaró játékszet megálmodóját kérdeztük. Hogyan is tudják ezt a piacon egyedülálló termékcsaládot bevezetni, ami egyesíti a strand és piknik takarók kényelmét az olyan jól ismert játékokkal, mint a sakk, a malom vagy a kinevet a végén? Nem titok, az miatt jöttünk, mert van itt a ti feltalálásotokban egy Playing Bankit játékszer, de beszélj egy kicsit magadról, ti mikor kerültetek ide Bicskére, és mivel is foglalkoztok? Másfél éve költöztünk ide a feleségemmel munka miatt, én gyógyszerész vagyok, alkalmazott gyógyszerész itt Bicskén. Tehát, ahogy mondtam, másfél éve vagyunk itt Bicskén, azelőtt egy évet Szegeden éltünk, de valójában vajdasági származásúak vagyunk. A feleségem végezte itt az egyetemet, és kezdett el dolgozni, így jöttem én is utána. Maga az ötlet pedig, a Playing Blanket ötlet 2019-ből származik. 2019 nyarán voltunk Horvátországban nyaralni. Kint voltunk a strandon, nagyon kellemes volt a víz, nagyon kellemes volt a strand. És mindig vittük magunkkal a fekvőnket, ugye a takarót, amit lehelyeztünk a strandon. És vittünk magunkkal rendszeresen kártyát is. Egész napokat töltöttünk kint a strandon. Így amikor nem úsztunk, nem napoztunk, nem olvastunk, akkor elővettük a kártyát és társasoztunk. Na volt az a nap, amikor ott hagytuk a kártyát. Hát ez nagy érvágás volt, mert igazából nem tudtuk hasznosan eltölteni az időnket. Aztán második nap volt az az idő, hogy jött a szél, elfújta a kártyát, és persze mindig vigyázni kellett arra is, hogy ne nedvesítsük el a kártyát, vizesen nem lehet kézbe venni. Mindig el kell csomagolni, nehogy elfújja a szél, tödörközővel ne hajtsuk el, ne dobjuk rá vizes tödörközőt, mert rálázik és haszontalanná válik. És ebből jött egy ilyen pihent ötlet, akkor még teljesen nevetséges volt, igazából a feleségem csak fárasztottam vele, hogy milyen ötlet már ez. És tavaly volt két kolléganőm, aki mondta, aki véletlenül elmondtam nekik, hogy mi is ez az ötlet, és ők mindjárt kaptak rajtuk, hogy ez micsoda ötlet, hát ők szeretnének ilyet. És akkor tulajdonképpen fél éve kezdtem el foglalkozni avval, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani, ezt az ötletet. Sokat keresgéltem azután, hogy hogyan valósuljon meg maga ez a takaró, illetve a takarón a játékok is, és a játékokhoz a játék elemek. És az interneten keresgélve találtam rá magára erre a verzióra, ahol a takarót egy fül zárja, vele egy foggantyú, és a fülön egy zseb. A zsebben megtalálhatók a korongok, amely EVA anyagból készültek, egy gyakorlatilag egy műanyag, de teljesen gyermekbarát és teljesen környezetbarát. Tehát bomlás terméke nem káros a környezetre. Tépőzárral rögzíthető, és miután széthagyja, az ember láthatja, hogy három rétegű a takaró, van egy nagyon finom műanyag gyapjú rétege, alul található egy vízálló alumínium réteg, és középen pedig egy puhaságot, kényelmet biztosító szivacs réteg. És ugye most így nagyon alak be, mondjuk ez egy piknik takaró szett, amelynek ugye a felületén különböző játék mezők, illetve játékformák vannak, és akkor a hátuljában pedig egy ilyen tasakban konkrétan a játékelemek. Igen, megfogalmaztunk egy kifejezést, a takaró játékszett, vagy hát hosszabban a strand és piknik takaró játékszettel kifejezést, hogy magunknak is jobban le tudjuk írni, de hogyha érdeklődés lesz rá, akkor tudják az emberek, hogy mit keressenek. És igen, ahogy mondtad, alapvetően két dizájnunk, kétféle termékünk van jelenleg. Az egyik takarón rajta van a sakk és a malomtábla, tehát ezen a takarón lehet játszani sakkot, dámát, malmot, de hogyha kisgyerekekkel játszanak, akkor ugye akár az építőkockázás megvalósítható, akár memóriajáték megvalósítható, a másik takarón pedig a kinevet a végén van rajta, ilyen érdekes, cuki kis állatos figurákkal.